Kis hazánkban viszonylag kevés olyan természetes, illetve természetközeli hely található, amiről el lehet mondani, hogy túlélte Trianont, nem ártott neki, az amúgy fájó, olyan primitív szocializmus, és a jelenlegi, szintén kissé furcsa rendszer is megkímélte a letérkövezéstől. Magyarország nyugati határán, az egykori vasfüggöny mentén több évtizedekig elzárt, szinte érintetlen terület található. Ilyen a Vas megyei felső csatár közelében lévő Vashegy, illetve Pinkaszurdok. Egy egészen apró, de annál látványosabb területről van szó. Aki kíváncsi rá, tartson velem! A helyszín tehát Vas megye, felső csatár település pedig Szombathelytől nyugati irányba keresendő a térképen, a határon, de olyannyira a határon, hogyha itt átnézünk, az már Ausztria. A Pinka és a Szurdok érdekessége, hogy az amúgy Ausztriából érkező vízfolyás határtól idáig tartó szakaszán, ez egy kis duzzasztó és hallépcső, teljesen szabályozatlan mederben halad, illetve magában a Szurdokban sem folytattak a rendszerváltás óta semmilyen gazdálkodó tevékenységet, tehát mondhatjuk, hogy egy igazi vadregényes helyen fogunk ma kirándulni. Ez itt a hallépcső, mivel hogy a Pinka állítólag nagyon tiszta vízű vízfolyás, 26 halfa él benne, többek között a pisztráng is. Egész pontosan a keleti Alpokban, Steyrországban ered, 1480 méteres magasságban, és a Rábába ömlik. A Szurdok pedig, hát már rögtön itt a bejáratnál, igencsak ígéretes. És bár itt némileg fel van duzzasztva, azért az jól látszik, hogy nem egy aprócska kis vízfolyásról van szó. Átlagos vízhozama 5 köbméter per szekundum, ami árvíz esetén akár 130 köbméter per szekundum is lehet. Rendkívül nyugodt a hely. Ajánlom mindenkinek, aki el szeretne vonulni. A Szurdok mindössze néhány kilométer hosszú, és a zöld sáv jelzésen lehet rajta végighaladni. Nem tartogat különösebb nehézségeket, ezeket a bedőlt fákat leszámítva, de mint mondtam, területen nem folytatnak semmilyen erdőgazdálkodást. Ez kiválóan látszik. Harapni lehet a csöndet. A Vas egy geológiai szempontból is érdekes, hiszen egy úgynevezett tektonikai ablakról van szó. Ez annyit tesz, hogy itt a hegy környezeténél jóval idősebb kőzetek találhatók a felszínen. Ez a kőzet pedig nem más, mint a zöld pala. És hogy hol van még ilyen kőzet? Hát mondhatjuk, hogy szomszédos kőszegi hegységben, aki már járt a kalapos köveknél, na, az is zöld palából van. Nem véletlen, hisz mindkét terület az úgynevezett rohonci ablakcsoporthoz tartozik. Ez több ilyen és ehhez hasonló tektonikai ablakból áll. Magyarországon a Vashegy, illetve a Kőszegi hegység tartozik ide. Hogy miért zöld palasz, talán külön nem kell magyarázni. Egy több százmillió éves vulkáni kőzetek átalakulásával létrejött metamorf kőzetről van szó.
hihetetlenül nagy a csönd. Miközben itt lassan végigérek a szurdokon, és hát az a helyzet, hogy a turistaút itt már a zöld kereszt jelzéssel folytatódik. Az átmegy Ausztriába, de mivel most nem tanácsos, csak úgy átlépegetni a határon, így csak a határig megyek, és ott visszafordulok. A zöld sáv amúgy felkanyarodik a Vashegyre, visszafele én is fölmegyek, ugyanis hát állítólag, illetve elvileg van ott valamiféle kilátópont is. Hát lehet, hogy a Cuha völgye felkapott, Gaja szurdok pedig látványos, de ez a helyhez valahogy egyik sem hasonlítható. Hát a jelenleg érvényben lévő szabályozások értelmében eddig lehet jönni. Itt van ugyanis Ausztria határa. Innen nem tűnik jobb világnak, de amúgy lehet, hogy mégiscsak az. Rögtön útravalóként, ki szeretné, egy hótaposót magával vihet. De már Ausztria, akkor néhány szót a hely történelméről, ami hát nem mondható, hogy különösebben sötét, viszont nem is túl szerencsés, ugyanis 1921-ben a trianoni döntés, amúgy is teljesen inkompetens végrehajtó bizottsága, Ausztria az ítélte a területet, illetve a környéken lévő 7 települést, de a lakosság ellenállásának következtében aztán 1923-ban felülbírálták ezt a döntést, és visszacsatolták Magyarországhoz. Ezek felső csatár, horvát lövő, Narda, Olmod, Szentpéterfa, katonás nevű vaskeresztes, illetve kevésbé szerencsés névvel megáldott Pornóapáti. Bogozzuk tovább a történelem fonalát, miközben itt most felkanyarodok fölfelé a zöld sávon. Hát a vasfüggönyről, illetve a 260 km hosszú magyar-osztrák határról már egy korábbi filmemben beszéltem, úgyhogy ezzel most különösebben nem mutatnék senkit így részletekben menően. Hát nagy vonalakban annyi, ugyebár 1949-től kezdték kiépíteni a határzárat magyar-osztrák határon. Ennek a határzárnak több generációja volt. Az első kettő, hát az jellemzően szögesdrótból, drótkerítésből, illetve aknazárból állt. De hát ezek nem voltak túl sikeresek, szerencsére. Többször előfordult, hogy egy-egy akna magától felrobbant, vagy kimosta az eső át ugyebár Ausztriába, és ott nem egy halálos balesetet is okozott. Aztán később, miután ezeket felszámolták, jött a harmadik generáció. Ez már egy modern, persze tegyük idézőjelbe, egy modern szovjet elektronikus jelzőrendszer volt, amiről kevesen tudták, hogy nem erre, erre. Hogy állítólag vihar, illetve villámlás idején ki volt kapcsolva a rendszer, így egy fokkal könnyebb volt átszökni viharos időben. Ezzel a harmadik generációs műszaki zárral kapcsolatban azért még megemlítendő, hogy ez sok esetben nem a határon, hanem néhány kilométerrel beljebb futott. Hát nyilván alkalmazkodva a terepviszonyokhoz. És többek között Vashegy, illetve a környéke is egy szinte teljesen elzárt terület volt évtizedekig. Épp csak az itt lakók járhattak be. Hát idegenek nem igazán, illetve csak
szigorú ellenőrzés után. 50 méterre vagyunk a folyó szintje fölött, és látható, hogy itt tiszta dér minden. Mutatom, egyébként nagyon jó, nagyon szép, nagyon meredek. Az ember nem is számítana ilyenre ezen a környéken. De hát ez baromi jól néz ki, főleg ezzel a kis délrel. Esküszöm, ez a halálos csend által megült deres erdő még jobban tetszik, mint maga a szurdok. Hogy ezzel a kis jelcsépelt hasonlattal éljek, akár még egy Gyűrűk Ura díszletnek is elmenne a környék. Na de már itt vagyunk. Vas egy másik érdekessége a történelmi szempontból, azok a halomsírok. Itt is vannak, jól látható, jól kivetőek. Ott is van egy. Azt sajnos nem tudom, hogy melyik korból valók, de még az is lehet, hogy vaskoriak, ha már egyszer vashegy. Nem tudom, itt talán lesz egy tábla, azon majd megskubizom. Ja, itt van egy viszonylag visszafogott kis pihenő, és mivel a csúcson vagyunk, egy geodéziai mérőtorony, amiben, ha jól látom, nem tudunk bemenni. Közben ott is még egy halomsír. Nem, nincs semmilyen tábla. Van egy, hát egy sajnos szokásos kondíciókkal bíró szemetes. Jó, azért nézzük meg. Felmenni tilos és életveszélyes. Oké, nekem az ilyesmit nem kell amit kétszer mondani. Az ilyen tornyokat amúgy se szeretem. Amúgy ez a kis pöcs. Elnézést, de héten az jutott eszembe, több, mondjuk több templomon is láthatunk ilyet, ez a mérési pont. Annak a magassága van tulajdonképpen följegyezve, illetve regisztrálva. Hát és azért a templomokon, mivel templomok már jó néhány száz éve, legalábbis a legtöbb ott áll, ahol nem megy sehova, viszonylag stabilan ott állnak, tehát célszerű ahhoz viszonyítani a magasságot, illetve most már nem, de még régebben. Na nézzünk be! Jó, nem ugrik ki innen senki. Oké. Hát lehet, hogy kis és sötét van. Nem tudom. Ja. Hát én nem nagyon szeretem az ilyeneket. Múltkor sem mentem föl a Naszájon. És most sem akarok. Fene tudja, mi van ott. Az viszont jól látszik, hogy itt az egyik halomsír az föl van tárva, vagy ki van fosztva, hát attól függ, hogy mi történt vele pontosan. Tehát ilyet látunk, egy halomsír közepén, az jó eséllyel meg van bolygatva. Van egy néhány itt a környéken. És egyébként úgy néz ki, hogy a maga a mérőtorony is, mint hogy egy halomsíról lenne, hát csak nem. Amúgy jó kilátó lenne belőle, az biztos. Kijelölt útról letérve néhány száz méter után találjuk ezt a helyet, ami elvileg egy kilátópont. Hát nem tudom, hogy jó időben milyen a kilátás, most kb. Semmilyen.
Egyedül talán az figyelhető meg, hogy azért elég nagy mélység van alattunk. Hát én konkrétan nem is látom az alját. Részben a köd miatt, de ugye itt van alattunk a szurdok. És itt tesz egy ilyen kanyart, ez a gerinc ez így lefut, ezt így megkerüli. És tulajdonképpen itt megy a körbe a szurdok. Hát jó, el tudom képzelni, hogy tiszta időben jó kilátás van. Most nem annyira. A pinkaszurdok egyébként számomra teljesen értetetlen módon semmilyen szintű védelemmel nem rendelkezik, tehát egyik természetvédelmi besorolás sem vonatkozik erre a területre. Hát pedig érdemes lenne rá. Visszautalva a film elejére a bevezetőben elhangzottakra, hát valóban nagyon úgy tűnik, hogy hiába érintett a területet a szerencsétlen történelmi fordulatok sorozata, ez mégiscsak kellett hozzá, hogy ez a táj megmaradjon, hát majdnem olyan érintetlennek, mint amilyen előtte volt. Egy kis aktuál politikai vonal. Magyarországon 2010 óta nem létezik olyan, hogy környezetvédelmi minisztérium. És hát nyilván nagyon helyesen, hiszen ha az egész országot le akarjuk aszfaltozni, térkövezni, illetve luxus ingatlanozni, akkor csírájában el kell folytani mindenféle környezetvédelmi, illetve természetvédelmi kezdeményezést. Úgyhogy mindennek fényében az ilyen és hasonló helyek értéke egyre csak nő. Hiszen nyilván egyre kevesebb van belőlük. Azért, hogy valamit a politika javára írjunk, az azért benne van az alaptörvényben, hogy egy védett területet már nem lehet visszaminősíteni, tehát visszafele nem lehet haladni a védettségi listán. Tehát mondjuk a Nemzeti Parkból már nem lehet tájvédelmi körzet. Úgyhogy hát ilyen szempontból elégedettek lehetünk. Más szempontból viszont nem annyira. Ez már nem a szurdok, felső csatár déli határában vagyok, ugyanis a zöld pala nem csak szurdok alapanyagnak kiváló, hanem építő, illetve díszítő kőként is, és történetesen itt a felső csatári kőbányában bányásszák a híres csatári követ. Úgy tudom, az országban nincs
nincs több zöld palabánya, ez az első és egyetlen. Hát nyilván az országra nem jellemző ez a fajta kőzet. Na most itt van alattam a bánya udvar, én tisztán látom, de mivel úgy gondolom, hogy nem tanácsos itt tartózkodni, ezért nagyon nem merészkedek ide ki a szélére. Itt van így alattunk végig a mélység. Talán beszűrődik a gépek zaja. Ja. Jó. Én nem szeretem amúgy forszírozni az ilyen dolgokat. Tehát ami ránézésre tilosnak tűnik, vagy veszélyesnek, azt inkább hagyom, mivel a legtöbb tilos és veszélyes helyet általában kutyával őrzik, úgyhogy már csak ezért is. Egy darab zöld palát azért elviszek emléknek. Hát ha ránézünk, akkor azért rögtön látni, hogy miért hívják ezt nem csak zöldnek, hanem palának. Elég furcsa ez a bánya fölötti rész. Valószínűleg itt is az egykori bányászat nyomai. Még egy ilyen kis tavacska is van itt. Na de nem csak zöldpalát bányásznak itt a környéken. 1952-ben itt nyílt meg az ország első talkum, vagyis zsírkő bányája. 1960-as években élte fénykorát. Több mint 100 főt alkalmazott akkor az üzem. És egészen 1996 végéig működött. Sajnos azt pontosan nem tudom, hogy hol van, de valahol itt nem messze. Állítólag a zöldpala bánya és a falu között, szóval az se kizárt, hogy itt a közvetlen közelében sétálgatok. Hogy mi is az a zsírkő? Hát igen széles körű a felhasználása. Többek között az élelmiszeriparban, a kozmetikaiparban, de a gumigyártásban és növényvédőszerek gyártásánál is felhasználják. Mindez különösen megnyugtatóvá teszi, hogy az élelmiszeripar is használja. Na mindegy. Ráadásul a talkum bányákban rendkívül magas a szilikózis veszélye. Ez egy a tartós szilícium-dioxid por belégzés okozta tüdőbetegség, mely a tüdő hegesedésével jár, és hát mint olyan visszafordíthatatlan károsodást idéz elő a szervezetben. Hát tipikus foglalkozási betegség, nyilván főleg a bányászokat érinti. Na de, ez volt a Bazsitúrák mai epizódja innen a Pinkaszurdokból és környékéről. Hát megkockáztatom, hogy az ország egyik, hanem a legeldugottabb szegletéről van szó. Tartsatok legközelebb is velem, ki tudja hova megyek. Iratkozzatok fel, kövessetek Facebookon. Az erdő legyen veletek, sziasztok!